Mi a hit? Zsidó 11.1 azt írja, a hit pedig a remélt dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ennek egy másik fordítása így szól. A hit pedig azt jelenti, hogy biztosak vagyunk abban, amiben reménykedünk, és meg vagyunk győződve arról, amit nem látunk. Egy további új szövetségi fordításban a vers első részében azt olvashatjuk. A hit az, hogy valóságot adunk azoknak a dolgoknak, amelyekben reménykedünk? Egyszerűen azt mondja itt Pál, vagyis a Szent Szellem Pál által, hogy a hit az, amikor a remény irrealitásait bevisszük a realitás területére. Gyakran, amikor arról van szó, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel, vagy gyógyulást nyerjünk, vagy ima meghallgatást, akkor sokan csak remélik, hogy majd egyszer megkapják ezeket. De nem a reménység végzi el a munkát, hanem a hit. És a hit az most. Ha nem most, akkor az nem hit. Valaki azt mondta, hiszem, hogy majd egyszer megkapom a Szent Szellemet, de ez nem hit, ez csak a remény, mert a remény mindig jövő idejű. A remény a jövőre mutat, de a hit az most. A hit azt mondja, hogy én most fogom megkapni, nekem ez már most meg is van, nekem most megvan szükséges, hogy rájöjjünk erre a lényeges dologra ahhoz, hogy kapjunk valamit Istentől. Ugyanezek az elvek igazak a Szent Szellemmel való betöltekezésre, a gyógyulásra, vagy akár milyen ima meghallgatásra is. A hit alapelvei ugyanazok minden területen, akár anyagiak, akár Szent Szellem keresztség, isteni gyógyulás, vagy bármiről is legyen szó. És ha meg tudod tanulni a hit alapelveit, akkor bármit keresel, vagy kívánsz Istentől, könnyen megkapod tapasztalatból tudom, olyan sok embere foglalkoztam az évek során, hogy amikor arról van szó, hogy valaki betöltekezzen Szent Szellemmel, vagy gyógyulást kapjon, vagy ima meghallgatást, sokan egyszerűen csak remélik, hogy Isten meghallgatja őket, remélik, hogy kapni fognak valamit. de a hitad ad valóságot a reménylet dolgoknak. Látjátok, hogy a reménységnek nincsen tulajdonképpeni valósága. A hitad ad valóságot azoknak a dolgoknak, amelyeket remélünk. Más szavakkal, Isten igéje azt mondja, hogy a hit megragadja a remény irrealitását és realitását teszi azokat. Azt tudjuk, hogy a hit az Isten igéjéből nő ki, mert a Róma 10.17-ben ez áll, Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéd által. Én, mint felolvasó mondom, hogy eredetileg Krisztus rémája által, tehát Remata Krisztó, Krisztus beszéd által, Krisztus kijelentése által. Egy másik fordításban azt olvassuk. A hit egy meghatalmazó okirat, hogy a dolog, hogy az a dolog, amelyben erősen reménykedsz végül is, a tiéd lehet. Hadd illusztráljam, reménykedsz abban, hogy lesznek anyagi javait, hogy eleget tudj tenni a fizetési kötelezettségeidnek. Na de a hit adja a bizonyosságot, hogy meg lesz a pénzed, amikor kell. Remélet, hogy lesz elég testi erőt, hogy el tud végezni a munkát, de a hit ezt mondja, vagy azt mondja, hogy Isten az életemnek az erőssége, és kitől féljek? Más szavakkal a hit mindig ugyanazt mondja, amit Istennek az beszéde. A hitetlenség tulajdonképpen Isten beszéde ellen foglal állást. Szomorú, hogy nagyon sok hívő beszél hitetlenül, és ezáltal tulajdonképpen szembe kerül Isten igéjével, és ugyanakkor meg el van csodálkozva, és rácsodálkozik, hogy az ige miért nem működik az életében, de nem műk fog működni, ha ellene tevékenykedsz, ellene foglalsz állást, ha azt akarod, hogy Isten igéje működjön számodra, akkor mellé kell állnod. Legjobb módszer, hogy megállapítsuk egy dolog, ö, megállapítsuk, hogy egy dolog valójában mi is, ha azt határozzuk meg először is, hogy mi nem az. Amikor meghatározod, hogy mi nem az a dolog, azonnal világosabban, világosabban kezded látni a körvonalait. Ezt követjük ezekben az esetekben is. Tehát először is, mi nem a hit, micsoda? Mi, mi nem a hit? A hit az nem reménység. Ez már ki lett fejtve az előbbi, el, előbbiekben. Mégis, amikor megkérdezek embereket, mielőtt imádkozom értük, hogy ö, meg fogsz gyógyulni? Be fogsz töltekezni szent szellemmel? Amikor ráteszem a kezemet és imádkozom? A legtöbbször azt mondják, hogy igazán remélem, megint testvér. Erre mindig azt válaszolom. Nem, nem, biztosan nem. Mert hogy ezeket hit, és nem pedig reménység által kaphatod meg Istentől. De mások meg azt mondják, de én nagyon akarom. Hát akarhatsz egy új kedileket is, de ez nem azt jelenti, hogy meg is kapod. Látjátok a puszta akarást, még nem végzi el a munkát. Ha csak akarnunk kellene ahhoz, hogy kapjunk valamit Istentől, akkor már mindenünk meg lenne, és azonnal meg is kapnánk. De nem a reménység, sem nem akarás, hanem egyedül, hit az, egyedül a hit az, amely elvégzi ezt a feladatot. Isten nem ad neked semmit, amikor reménykedsz. A Bibliában sehol sem mondja Isten, hogy amikor imádkoztok, akkor reménykedjetek, és akkor megkapjátok. De mit is mond a már 11.24-ben ellenben? Hogy amit könyörgéstenekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. Tehát az az, amit könyörgésekben kértek, mindazt meg is kapjátok. Feltétel, ha hisztek. Tehát nem reménységről van szó, hanem hitről. Szeretném megvilágítani a két dolog közötti különbséget, hogy megtud, hiszel -e, vagy reménykedsz. Pontosan meg lehet ezt állapítani, mert a reménység jövő idő, és a reménység mindig a jövőben néz. Az egyházról áldott reménységünk van, de látjuk, hogy ez a jövőre szól. E Krisztus visszajövetele, az elköltözött szentek feltámadása, az élő szentek elragadtatása mind-mind jövő a számunkra. De ha gyógyulást keresel, az már nem a jövőre szól, nem a jövőben akarsz meggyógyulni, hanem már most, különösen ha erős fájdalmaid vannak ha a Szent Szellemet kívánod, akkor nem a jövőben akarsz majd betöltekezni valamikor, mert ameddig halogatod, az addig a jövőben van, és az ott is marad. Most akarod ezeket. Ha a megtérés van napi nem a jövőben akarsz megtérni. Mert lehet, hogy már túl késő lesz. Beszélgettem emberekkel a megtérésről, és volt olyan, aki azt mondta, reméli, hogy egyszer megtér. A hit a remény dolgok valósága és a nem lett dolgokról való meggyőződés. A modern fordítások közül az egyik így szól, a hit valóságosan teszi a reménylet dolgokat. Meg kell értenünk, hogy a hitünk teszi valósággal a dolgokat, amelyeket remélünk. Ha addig várunk valamit, ameddig megkapjuk, és csak azután kezdjük hinni, hogy megvan, ez helytelen. A hited az, ami a vár dolgokat valósággá teszi. Ezt láthatjuk végig a Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt. Az Ószövetségben jó néhány ige van, amely ugyan ezt a gondolatot illusztrálja. Amikor Izrael bement Kánaan földjére Jerikó ellen, Isten pontosan megmondta nekik, hogy mit tegyenek, és nekik hinniük kellett abban az igében, és annak alapján cselekedni. Az ige alapján történő cselekvésük mozgó, működő hit volt. Körül kellett járniuk a város falait hat napon át, naponta egyszer, a hetedik napon pedig hétszer. És ezután mikor hangszereik megszólaltak, nagyot kellett kiáltaniuk. Kérlek figyeljetek meg, hogy amikor kiáltani kezdtek, a falak még szilárdon álltak. Könnyű úgy kiáltozni, hogy már porba hever minden fal, ahhoz egyáltalán nincs szükség hitre. De az ő hitük valóságát tette, mozgásba hozta Istennek a beszédét. Meg kell értenünk, barátaim, hogy a hit az cselekvés Isten beszéd alapján. De mégis sok olyan ember van, aki amikor ima meghallgatást, szent vagy gyógyulást akar, csak vár hogy valami történjen vele. Tehetetlenül vesztegel a passzív hit állapotában, és arra vár, hogy valami történik. Jobbra fordul, vagy éppen adódik, de nem adódik más, csak kifizetetlen számlák. A hit a reményle dolgok valósága, és nem lát a nem látod dolgokról való meggyőződés, ahogy a zsidó 11 írja. Egy másik forítás így szól. Most tehát biztosak vagyunk abban, amiben reménykedünk, és meg vagyunk győződve arról, amit nem látunk. Egy modern új szövetség fordításban ezt olvassuk. A hit valósággal teszi a reménylet dolgokat. Ó, ha én ezt át tudnám adni az embereknek, valóságos dolgokat kívánnak, de úgy, hogy látni, érezni, megismerni akarnak, mielőtt még elkezdenének hinni. De a hit ad alapot annak a dolognak, amit remélsz az ige itt tulajdonképpen azt mondja, hogy a hit megragadja a reménység realitásait és átviszi őket a valóság területére. Természetesen tudjuk, hogy a hit Isten igéjéből nő ki, és ezek által a tanítások által felismertük, hogy a hit nem reménység, és a reménység nem hit. A hit azt mondja, már megvan, a reménység pedig azt, hát egyszer majd megkapom. Megint John wesley a metodista egyház alapítóját idézem, sok ember, aki ott van a gyülekezetben, tulajdonképpen nem is tért meg értelmükben, azonosulnak bizonyos igazságokkal, adjuk helyesli, hogy bizonyos bibliai állítások igazak. Sok esetben az emberek, akik csak elméjükben fogadnak el bizonyos igazságokat, egész idő alatt azt gondolják, hogy ők valójában hisznek, de hadd mutassam meg, hogyan kell leleplezni a különbségét. A hit azt mondja, ez az enyém, nekem ez már most megvan. Az értelme egyetértés pedig azt mondja, Tudom, hogy meg kellene lennie, de valamilyen okból mégsem kapom meg. És ezért sok esetben a reménységet hívják hitnek, vagy a hitet reménységnek, és azt mondják, hát majd valamikor meggyógyulok, úgy hiszem. De hát ez nem hit, hanem ez csak reménység. Hittek hívod ugyan, de mégis reménység, mert a jövőre vonatkozik. Azt mondják, hiszem, hogy el fogom nyerni a szent szemkerességet, hiszem, hogy Isten valamikor meg fog gyógyítani, de ez nem hit, ez reménység nem fog beválni, mert láthatod, hogy a Biblia nem azt mondja a gyógyulásról, hogy Isten egyszer majd valamikor meggyógyít. Nem, egyetlen hely sincs az igében, ahol megígérte, hogy meggyógyít valakit majd. Isten azt mondja neked, hogy a gyógyulást már megvette, kifizette, és a tiéd csak rajtad áll, hogy át is vedd. Szeretnék most egy újabb lépést megtenni. Nézzük meg a János 20-25-29-et. Mondták azért még egy többi tanítványok. Láttuk az urat, ő pedig mondanékik. Ha nem látom az ő kezén a szegek helyeit, és ne, be nem bocsájtom ujjaimat a ö, szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsájtom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem és nyolc nap múlva ismét ben voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt középen, és mondta békesség nektek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, ne légy, és ne legyél hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta neki, én Uram, és én Istenem. Mondta neki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, most már hittél, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. Most lapozzunk a Róma 4.17.21-hez. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hit, aki holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, azt szerint, amint megmondatott, így lesz a te magad. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesten, a százestendős lévén, sem sárának elhalt méhére. Az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. Dicsőséget adott az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Észre tudok-e venni különbséget Ábrám és Tamás hitek között? Nyilvánvalóan igen. Hiszen Tamás így szólt. Én addig nem hiszek, amíg meg nem látom a szegek nyomait és a sebét az oldalán. Jézus azt mondta, mi vagy láttál engem, Tamás, hittél boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ábrahámról pedig azt mondja az ige, hogy abban az Istenben hit, aki azokat, amely, azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. De vajon melyik a bibliai hit? Hát természetesen Ábrahám hite. Mert a kiinduló igényben azt olvashattuk, a hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ábrahámot említi a zsidólevél 11. fejezete. Hite azon alapult, hogy teljesen elhitte, amit Isten ígért, hogy meg is cselekedheti. Hitt Istennek, és hitte az ő ígéreteiben is. Megtanulhatsz egy egyszerű hitreccel több tőle, amely működni fog a te körülményeid között is. Először is birtokolta Isten igéjét, másodszor is hit Isten igéjében, harmadszor nem törődött az ellentmondó körülményekkel, negyedszer Istennek dicsőséget adott. Ha hát ezt a négy lépést kövess, és mindig hitre jutsz, ez a négy biztos lépés elvezet a szabaduláshoz, a gyógyuláshoz, a meghallgatott imákhoz, vagy bármihez, amit keresel, de ezek után figyeljük meg Tamás hitét. Ez a hit nem Isten beszédén, hanem az ő saját érzésein alapult. Azt mondta, nem hisz addig, amíg nem láthatja meg, amiben hinnie kell. Milyen sokan mondják? Én hiszem, ha látom, de ez nem is bibliai hit. Ez természetes ember hit, és bármik bűnös embernek is van. Ilyen fajta hite. De értsd meg, hogy az igazi Isten hit, Isten igéjében való hit. Ha Isten azt mondta, hogy az igaz, akkor ez igaz is. Istenbe hinni annyi, mint hinni az ő igéjében. Nagyon szeretem Smith Wigglesworth egyik mondását. Istent az érzéseimmel nem tudom megérteni. Az Úr Jézus Krisztust nem tudom érzésekkel megérteni. Istent, az Atyát és az Úr Jézus Krisztust kizárólag azáltal tudom megérteni, amit az ige mond róluk. Ő mindaz, amit az ige állít róla. És így folytatta. Nekünk az ige által kell az Úr Jézus Krisztussal megismerkednünk. Rengeteg ember próbálja megismerni Istent az érzései által. Ha jól érzik magukat, úgy gondolják, hogy Isten meghallgatta őket, de ha rosszul, azt gondolják, hogy Isten nem hallgatta meg őket. Érzésékre épül a hitük, de az én hitem azonban Isten beszédjén, igényére épül. Ha Isten igényében az áll, hogy ő meghallgat, akkor tudom, hogy meghallgat, mert ő azt mondta, és az ő igéje nem lehet hazugság. Tehát ha a hitemet érzésekre alapozom, csak, ez, csak, egy egyszerű emberi hitet használok. Megpróbálok szellemi eredményeket elérni a természetes emberi hittel, de képtelen vagyok rá. Igei hitet kell használnom, bibliai hitet hinnem kell Isten igéjében, és ha a hitem Isten igéjén alapszik, akkor én hiszek az igében. Tegített nélkül a körülményekre, látható dolgokra, amelyek kielégítenék a fizikai érzékszerveimet. Hát rengeteg ember megpróbálja megszerezni Ábrám áldását, de Tamás hitével, hát de ez egyszerűen nem megy. Nekünk hívőknek Ábrahám hitünk van, mert a Galata 3.29 azt mondja, ha pedig Krisztusai vagytok, tehát az Ábrám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. A Galata 3 hét pedig ezt, értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrám gyermekei. Nekünk tehát Ábrám szerint hitünk van. Nem a megszerzésével próbálkozunk, hiszen már megvan.